16. Benedek pápát úgy ismerte meg a világ, mint a német pápát, és való igaz, hogy az életének az első szakaszára rendkívül módon jellemző, hogy egy délnémet kisebb községben, Máklám Indben született 1927-ben, és a saját önéletírása szerint tulajdonképpen egy nagyon védett közegben, egy bizonyos szempontból idillinek mondható, egyértelműen katolikus, vajor világban nőtt fel, a szüleitől kapta ajándékba a hitet, amelyet aztán fokozatosan a közeli traunsteini középiskolában elmélyített, és ezután a papi hivatás megérődött benne. Az egyetemi éveiről is saját maga beszámol, abban az időben egyfelől egy nagy megújulásnak az időszaka volt igazából a katolikus teológiában, amelyben őre a szentírás tudomány, a dogmatika, illetve a lelkipásztorkodástan is mélyen hatott, ahogyan ezt ő elmondja. Az önélet írásában nagyon érdekes, ahogyan leírja, hogy tulajdonképpen újra meg újra bizonyos kétségek merültek föl benne. Nem a papi hivatást illetően, hanem azon belül, hogy a papi hivatását az pontosan milyen formában kell gyakorolnia. Nagy szeretettel és nagy lelkesedéssel fogott hozzá a lelkipásztori munkához rögtön a papszentelése után. De közben már tulajdonképpen meglehetősen korán világossá vált, hogy egy, ha tetszik, akadémiai karrier vár rá, a teológia tudományos művelésére kapott végül is megbízatást. A fiatal teológus még 40 éves sincs, amikor a II. Vatikáni zsinatra is meghívják zsinati teológusnak, és ott a 20. századnak a legjelentősebb teológusaival együtt dolgozik, együtt működik. Erről az időszakról is nagyon szívesen emlékezik vissza, és arról beszél, hogy az egyházat ebben az időszakban egy nagyon nagy nyitottság jellemezte, ugyanakkor kétségtelenül megvolt a zsinaton résztvevőkben, döntő többségben az a tudat, hogy felelősek az evangélium továbbadásáért. A zsinat utáni időszakra érlelődik meg az ő állásfoglalásának a lényege, amely a hagyományhoz való hűséget, illetve a modern ember személyes megszólítását állítja középpontba. József Ratzinger volt az egyike azon nagyon kevés, ma még élő bíborosoknak, akiket még annak idén 6. Pál pápa hívott Rómába, illetve választotta a bíborosi testületbe. Igazából II. János Pál pápa az, aki őt a hittani kongregáció élére kinevezi. Szokták is mondani, hogy II. János Pálnak azért volt nagy segítsége, mert volt neki egy Ratzingerje, akire a hit kérdéseit bizalommal rábízhatta. Amikor József Ratzingert pápává választják, ez egy nagyon gyors konklávé volt, tehát bizonyos értelemben a bíborosok igen gyorsan úgy látták, hogy neki kell folytatni a II. János Pál művét, illetve Krisztus művét, az egyház vezetését. Az egyik első megnyilatkozásában azt mondta, hogy ő az evangélium alázatos szolgája, alázatos munkása kíván lenni, és talán a jelmondatában, hogy cooperatoris veritatis, az igazság munkatársai akar lenni, ez is jellemzően megjelenik az, hogy ő alázattal a hagyomány és az evangélium igazsága iránti hűséggel akar szolgálni. A pápaságára most többen azt mondják, hogy vissza akarta vezetni az egyházat a lényekhez. A keresztény lét hitben, reményben és szeretetben valósul meg, és az ő legfontosabb írásai, a legfontosabb enciklikái éppen a Deus Caritas est, az Isten szeretet, illetve a keresztény reményről szóló enciklika, valamint a most is még életben lévő hit évének a meghirdetése, bizonyos szempontból vissza akar vezetni minden keresztényt az ő életének a forrásához, az Istenbe vetett hithez, a keresztény reményhez és a szeretetben élt élethez.